Elképesztő az a hozzáállás, amelyet a kormányzat az oltatlanokkal szemben tanúsít. Tehát az a kommunikáció, amit mondjuk Szijjártó Péter folytat, hogy az oltatlanok okozzák a társadalmi, gazdasági és egészségügyi károkat, az egészen elképesztő megbélyegzés. Ráadásul egyáltalán nem is igaz. Az, hogy önök megmerik azt tenni, hogy másodrendű állampolgárként kezelik az oltatlanokat, az döbbenetes. Tehát olyan embereket, akik adót fizetnek Magyarországon, akik TB-t fizetnek Magyarországon, nem hajlandók ellátni az egészségügyben. Ez egészen félelmetes, egészen pofátlan dolog. Az, hogy kötelezővé teszik az oltást az egészségügyi dolgozóknak, az egy újabb zsarolás a saját dolgozóikkal szemben, kérem szépen. Az egészségügyi dolgozóknak joga van, és minden egyes magyar embernek joga van ahhoz, hogy eldöntse, hogy ő szeretne élni az oltás lehetőségével, vagy nem szeretne élni az oltás lehetőségével. De az, hogy megbélyegzik, a munkájukat elveszik ezektől az emberektől, az egészen elképesztő. Hát hogy képzelik ezt? És nem fognak itt megállni, hát Gulyás Gergely már arról beszélt, hogy majd újabb foglalkozási körökben fogják kötelezővé tenni az oltást, megfosztva az embereket a saját szuverén döntési joguktól. Ez pofátlanság. Ahogyan az is, hogy az időseket elkezdik az otthonukban vegzálni. Hát gondolják, hogy az időseknek eddig nem jutott eszükbe, hogy be lehetne oltatni magukat? De eszükbe jutott. Csak ők úgy döntöttek, aki nem szeretne élni az oltás lehetőségével, ő úgy döntött, hogy ő nem szeretne ezzel élni. Attól, hogy elkezdik az otthonukban is felkeresni őket, ez a kommunista időket idéző erőltetés. Egészen elképesztő, és tiltakozunk ez ellen, hogy másodrendű állampolgárokként kezelik őket. Nem költözhetnek be kollégiumokba, nem kezdhetik meg az egyetemi tanulmányaikat, és el sem látják őket az egészségügyben, hogyha valamilyen beavatkozásra szükségük lenne. Egy újabb hazugságuk volt önöknek és a miniszterelnöknek és Gulyás Gergelynek szintén, hogy az oltás majd mindent meg fog oldani. Orbán Viktor azt mondta, hogy ha kellő számú magyar állampolgárt be fognak oltani, akkor majd semmire nem lesz szükség. És nagyjából a nyár elejére tagsált a miniszterelnök, hogy elérjük azt az átoltottságot, amivel már minden szuper lesz Magyarországon. Ehhez képest kiderült, hogy önök úgy gondolják, hogy még az év végére sem fogjuk tudni ezt elérni, hiszen addig kéri most a kormányzat a felhatalmazást újra. Gulyás Gergely még ennél is nagyobbat hazudott, hiszen ő áprilisban az egyik kormányinfon Kerek Perec azt mondta, hogy nem lesz szükség harmadik oltásra. Szó szerint ezt mondta Gulyás Gergely áprilisban. Aztán most már a harmadik oltást erőlteti Karácsony Gergely és Orbán Viktor vált-válnak vetve. Hát amit eddig elmondtak, az sem igazolódott be. És az, hogy az oltás mennyire működik, azt leginkább az a statisztika mutatja, hogy jelen pillanatban többen vannak kórházban, és többen vannak lélegeztetőgépen, mikor közel 6 millió embert már beoltottak Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt, amikor nulla oltás állt a Magyarországon bárkinek a rendelkezésére. Többen vannak lélegeztetőgépen, és többen vannak kórházban is. Hát ennyire működik az oltás, és ezt oldotta meg az oltás. A minapi hír, hogy egy olimpiai bajnok úszónő két oltás után is kórházba került koronavírus fertőzés miatt. Az a dogma is megdőlt ugye augusztusban, hogy a járvány terjedése szempontjából fontos, hogy oltassák be magukat az emberek, mert hogy az oltottak kevesebb vírust ürítenek, hogyha köhögnek. Ezt is a Public Health England-nek a kimutatása döntötte meg. Kemenesi Gábor hozta nyilvánosságra Magyarországon virológusként, hogy a delta variáns esetében már ez sem igaz, tehát az oltottak ugyanannyi vírust, vagy még néhány esetben több vírust ürítenek, mint maguk az oltatlanok. De ami a legnagyobb probléma, tisztelt képviselőtársaim, az a gyerekeknek az oltása. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely ellenzi a gyerekek oltását, és szintén a nagybritanniai kutatás, kimutatás bizonyította be azt,
hogy ott az oltott kamasz fiúk közül többen kerültek kórházba, 6-szor annyian kerültek kórházba az oltás mellékhatásai miatt, szívizomgyulladás miatt, mint ahányan egyébként a koronavírus miatt kórházba kerültek. Tehát azt látjuk, hogy a gyerekekre a jelenlegi tudásunk szerint kevésbé veszélyes az oltás, a vírus, mint maga az oltás. És erre a magyar kormány a gyerekek oltását is propagálja, sőt, most már azt is bejelentette Gulyás Gergely, hogy nem csak a 12 év feletti, hanem már az 5 év feletti gyerekek oltására is sor fog kerülni Magyarországon. De vannak még olyan szereplői ennek a járványnak, akik mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ezek pedig a vakcinagyártók. Na hát ők azok, akik semmiért, de semmiért nem tehetők felelőssé. Semmiért. Bármi történik, bármelyik emberrel, akit beoltottak, senki nem tehető felelőssé. Egy 26 éves lánynak a családja írt nekem üzenetet, aki a déli órákban megkapta az oltást, este lefeküdt aludni, és nem ébredt fel többet. Egy 26 éves lány. Egészségügyi dolgozó volt. Lehet, hogy be sem oltatta volna magát, hogyha nem teszik kötelezővé az oltást. És ez kinek a felelőssége? A vakcinagyártóknak nem? A kormánynak nem? Mit csináljon ez a család? Mit tegyen ez a család? Kihez forduljanak? Önök nem érzik úgy, hogy önöknek is felelőssége van? Vagy a vakcinagyártóknak, akik ezeket az oltásokat előállították, felelőssége kellene, hogy legyen? Senkinek nincs felelőssége? De nem csak az ember életekért, az emberek egészségi állapotáért nem vállalnak felelősséget, hanem még a költségekből sem veszik ki a részüket. És ez egy vegytisztán olyan kérdés, ami a kormánynak a felelőssége. Tisztelt képviselőtársaim, a lezárások alatt rengeteg magyar ember elveszítette a munkáját, családok százezreinek a megélhetése veszélybe került, és önök mit csináltak? Az államadósságot növelték. Miközben a multinacionális kereskedelmi láncok óriási többletbevételre tettek szert, miért nem adóztatták meg őket? Miért nem adóztatták meg ezeknek a multiknak az extra profitját? Miért nem vetettek ki járványszolidaritási különadót rájuk a vakcinagyártókra és egyéb gyógyszercégekre, a kaszinókra, akik még akkor is nyitva lehettek, amikor mindenki másnak be kellett zárnia a vendéglátó helyektől a sportlétesítményekig, őrájuk sem vetettek ki semmiféle különadót, vagy az óriás tech cégekre, amelyeknek szintén olyan mértékben növekedett a profitja, mint előtte soha az életben. Tehát az történt, hogy magyar emberek lezárásokkal éltek, lemondásokkal éltek, a gyerekek nem járhattak iskolába, az emberek megélhetése veszélybe került, mások el is veszítették a munkahelyüket, nyomorogtak, közben a multik brutálisan gazdagodtak, és önök semmit nem csináltak. Az államadósságot növelték olyan magas szintre, ami a bokros csomag óta nem látott szint Magyarországon. Ott lettek volna a multicégek, meg lehetett volna őket adóztatni, de önök inkább azt választották, hogy eladósították még a gyerekeinket is. A Mi Hazánk mozgalom tehát tiltakozik az oltatlanok diszkriminációja ellen, nem fogadjuk el a kötelező oltást, ellenezzük a gyerekek oltását, és semmilyen lezárást nem tudunk támogatni a későbbiekben. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt Országgyűlés! Nem volt egyszerű végig hallgatnom képviselőasszonyt, azt gondolom az esküje őt is kötelezi ebben a házban. Ez nem a propaganda lehetőségre ad teret, egész másra, felelős vitára. Azt gondolom képviselőtársam és a kormány tagjai megteszik a szükséges, megadják a szükséges válaszokat. Tisztelt Országgyűlés, most 2 perces felszólásokra van lehetőség. Elsőként megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, KDNP képviselőcsoport. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Először akkor nyomtam gombot, amikor Arató Gergely hordott össze számos sületlenséget a veszélyhelyzet meghosszabbításáról.
de kénytelen vagyok Dúró Dóra képviselőasszony felszólására reagálni, aki arról beszélt, hogy többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen most az oltási kampány nagy részének a lefutása után, mint tavaly. Képviselőasszony nem érzi az összefüggést az önoltás ellenes kampányával, hogy sokan nem oltatják be magukat, hogy óriás plakátokat helyeznek ki szerte az országba, az oltás ellen beszélnek, mint tegnap itt Varga Zoltán DK-s képviselő, aki szintén vakcinákat támadott. Nem érzi az önök politikai közössége azt a felelősséget, hogy folyamatosan az embereket bizonytalanítják el az oltásról, és akkor persze elmondták a szakemberek, elmondták a virológusok, az orvosok, hogy a negyedik hullám leginkább az oltatlanoknak a hulláma lesz. Az oltatlanok kerülnek súlyos egészségügyi helyzetbe, és az oltatlanok vannak leginkább veszélybe. Nem érzik annak a felelősségét, hogy idejön és ilyeneket beszél itt a parlamentbe, hogy az oltások ellen hergel és az oltások ellen szólal föl képviselőasszony. Én azt akarom mondani, képviselőasszony is nyilván remélem, amikor megszülettek a gyermekek, akkor őket is beoltatta, hogy elvihesse óvodába, hogy védőnői szolgálat, stb. Azt remélem, tisztelt képviselőasszony, és miközben olyanokat állít, hogy nem kap egészségügyi ellátást az, aki nincsen beoltva, ami szintén szemenszedett hazugság, nincs ilyen szabály, sőt, mindenki megkapja a nekijáró és a rászoruló egészségügyi ellátást, attól függetlenül, hogy be van-e oltva, vagy nincs beoltva. Mi azt kérjük mindenkitől, mert az egyetlen eszköz, hogy megállítsuk ezt a járványt, hogy oltassák be magukat. Ez azaz a nemzeti minimum, aminek korábban a DK a határozati javaslataival, a Jobbik a felszólalásaival nem tette eleget ennek a nemzeti minimumnak, most meg önök sem tesznek eleget, mert folyamatosan az oltás ellen hergelik az embereket. Azt gondolom, hogy szégyenletes dolog, és arra kérem önt, hogy hagyja abba, és ne sodorjon még több emberéletet veszélybe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak 2 percben. Parancsolj. Tisztelt képviselőtársam, a kormány a balliberális tömbbel együtt és a vakcinagyártókkal együtt egy egyoldalú kommunikációt folytat. Csak arról beszélnek, hogy milyen előnyei vannak az oltásnak. Én olyan tényeket és számokat mondtam el, amelyek szintén a valóságból hozott esetek voltak, és ön erre leoltás ellenesez engem. Szerintem nem az a felelős magatartás, hogy kiszolgáljuk a vakcinagyártóknak az igényeit, és orba-szárba toljuk az oltást, hanem teljes körűen minél több információt átadunk az embereknek, hogy ők saját maguk felelős döntést tudjanak hozni. Nem én hozom meg a döntést senki helyett, de igyekszem minél több érdemi információval szolgálni. Például a delta variáns esetében, amellyel kapcsolatban az áttöréses fertőzés fogalmával kell megismerkednünk, írják magyarországi egészségügyi portálok is, hiszen az Egyesült Államokban, az egyik államban az újonnan fertőzötteknek a 70%-a, tehát az újonnan fertőzöttek 70%-a mindkét oltást megkapta, és ezt nem én mondom, mindkét oltást megkapta, mégis megfertőződött, tehát az oltottak is képesek átadni a fertőzést, és ez ellentmond annak, amit korábban feltételeztek a szakemberek, tehát, hogy az oltottak kevésbé fertőznek. Ezeket nem én találtam ki, ezek olyan információk, amelyek az önök számára is rendelkezésre állnak, mégsem mondják ezt el az embereknek azért, hogy ezeket a vakcinagyártóknak az igényeit kiszolgálják. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót 2 percben Arató Gergely képviselő úrnak, DK képviselőcsoport. Szándékoztam eredetileg beleszólni ebbe a két szélső jobboldali párt közti vitába, de most mégiscsak azt gondolom, hogy egy ponton szeretnék nagyon világosan beszélni. Lehet köztünk és a Fidesz között vita azon, hogy például minden vakcina engedélyezése olyan módon zajlott-e, ami megnyugtató, vagy nem. Lehet köztünk vita a Fidesszel abban, hogy egyébként azok az adatok, amiket önök a vakcinák hatékonyságáról nyilvánosságra hoznak, meglehetősen megválogatva, ezek hitelesek, vagy nem, vagy melyek hitelesek, és milyen módon interpretálják ezeket. De azt kénytelen vagyok a leghatározottabban visszautasítani, amit Dúró Dóra képviselőasszony csinál. Aki ötletszerűen kiragad adatokat, összefüggés nélkül, mindenfajta tudományos háttér nélkül, nem tudom eldönteni, hogy annak az ismerete nélkül, vagy annak az ismertetése nélkül, de amit csinál,
az elképesztő felelőtlenség, mert úgy kelt hangulatot az oltások ellen, hogy egyébként semmi fajta tudományos megalapozottsága nincs annak, amit csinál. És egymilliószor elmondhatja a Fidesz, hogy az ellenzék oltásellenes, ez akkor sem lesz igaz, de ez viszont valóban oltásellenesség, ez valóban olyan hangulatkeltés, ami emberek életét veszélyezteti.